Voltunk a Tiszán, de itt kiskörje a son, de annyira nagy a vízsodrás, hogy nem lehet horgászni. Meg fenn is van a víz, ugye? Fenn még. Fekvénk ilyen farapásra, ez kitartókra. Pici hármasorú, vörös szárnyú. Egyiken az van döglött, máskor, de azon is semmi. Külön szóval. Ez így teli van ikrába. Igen? Már névnak nem soká, már elsejtő ugye tilalom. Igen? Február 1-től. De jó. Majd már süllőtünk. Aztán, hogy mi jön, arról már nem tehetünk. Ja. Hát akkor is a anyába kurva. Hát biztos, hogy akkor is csuka veszik fel. Igen? Hát itt, hogy hiába süllő. Hát én tavaly is ragadom, hogy úgy jártam. Tényleg? Sokat szokott itt fogni? Hát itt van a helyem, arra bent a két hídkő. Fogtam. Süllőből 14-et fogtam. Tényleg? Tavaly? Ja. Hát nem túl nagyokat, másfél ketteseket, de ja, a hétvében még 4 kilót is. Harcsa van benne? Van. Hát én most tavaly kicsiket fogtam, de azelőtt fogtam ilyen 78 centeseket. Tavaly fél órán belül 2-1 centeseket. Az jó. Halszeletre. Legalább így jönne már egy testvére. Hát nem. Már nem mondom. Meg az, hogy a haver, hogy most nem tudom ezen az órak, hogy tegnap is volt 47 centist, azt mondja. Tegnap? Uh-huh. Fenekezve? Én tegnap azt mondja. De... Mert reggel kijöttem. Aha. És hogy leültem, ha utána addig, ami most ki van olvarva, fagyott befele. Tényleg? Hát mondom, ez nem igaz, pillézett befele az útjúzni. Kivettem, amúgy sem nem nyújtunk. Dobálunk itt egy párat gumihallal. Május elsőjén is. Május elsőjén egy csoka, egy süllő. Meg egy lemen. Beszokott válni. Mostanában nem. Mostanában nem adja, de... Régebben volt, hogy adta. Ilyen 3 kilóst fogtam októberben. Ez már szép volt. Az igen. Az igen. És figyeljetek, 25 centi sülő volt benne. Tényleg? Ah, azt hittem behidalok. Már a feje nem volt meg. Úgy tudod, hogy bomlott. Aha. Mondom, ez egy ikrás, mi a anya csuka minden, de 25 centi süllőben. Azt a mindenit neki. Benyelve. Hát elszedek ezek minden. Hát már fogtam olyat, hogy 50 centi csukába 20 centi csuka volt. Azt a mindenit. Saját ivadikát meg. Tényleg? Csuka. Hát ez olyan. Nem egy barátkozós hal akkor. Hát ez. Ilyen kanibár, ez megeszi a testvérítés. Az faszos. Jelen vagy mik az a korma, egy kis a kormorán is meg bele van fagyva a vízbe. A kormorán is van meg egy pacsa. Az előre rengeteg halat megeszik ezek a három pacsanek. Még nem fog befagyva, vagy 50-100 is fog. Igen. Hogy elpusztít? Pedig ha az itt van. Pacsa volt az interneten ezért, valahol itten halászálók szedtek fel. Igen. Hogy hol, mint. Igen, láttam én is nagykunságin, hogy törték a jegyeket a csónakból. Valami rassítok, gondolom, mert rendesen halászni nem is lehet. Okay. Csak ennyi volt, hogy videón a halászálló szedik. Igen, az, az láttam én is. Hogy melyik részen az van? Érdekes dolgok ezek. Hát halászni nem is lehet már. Persze. Nem. Aki csinálja, rapsít. Hova van dobva? Híd túloldalára? Hát én oda vagyok te. Ja, akkor jó, akkor itt megvallatom. Akkor itt a híd, mindjárt odamegyek. Megnézem a csukáját. Gyere, hol várjon, várjon. Az igen, az már nem kicsi. Az már jó. Az igen. Gratulálok hozzá. Ez az első csupeton. Az ideig, már az ideig, januári. Szép. Az igen. Te hallod, pici, ilyen pici vörösszát. Igen? Uh-huh. Jó. Fenekezve jött, vagy ő... Olyan, hogy parakodó van a fődamilon, ilyen igen. Kitartóson, azt arra. Azt a minden. Jó, ide jövök akkor, ha nem zavarja. Itt így vagyok, dolgok vagyok.
Mindjárt megfigyelem a Damiát. Nagyon rendes tetszik lenni. Ó, köszönöm szépen. Hát itt bőven elférek mellette. Itt ment hajtott, láttam. Hát csak itt mellette. Csak felmentem valamiért, egyszer csak látom, hogy ez engedgeti lefele. Azon nagyobb forog van, van egy nagy izé. Ekkora bodorka. Aha. Hát még egy jó két hete csak úgy fogdosom a bodorkát csontival. Ilyeneket. Igen. Jó, 10 darabot. Nem mondom, ez még jóra sukázni. Ez a baj, hogy hónap, már estére, már hónapra megint nagyon hideget mond. Igen. Az jó lenne pedig 2-3 nap így ilyen, ilyen időben, mert... De akkor valami. Hát valami kő, aha. Valami jól van, mert ha volna egy jó szél. Aha. Jó, az a 8-10 fok. Milyen mély itt a víz? Jó, csuka. Jó, az nagyon szép. Nagyon szép csuka. Hát ott van, vagy 3-3 is. Itt mond, nézel elé. Érted, most így is nézel. Jaj, lendetesség csúszni. Ha tele volna. Idáig lenne, igen. Ennyi víz hiányzik belőle. Hát ez ilyan, itt olyan 5 méter biztos van. Azt a mindenit. 5 és fél. Az szép. Még régebben biztos jártatok ti is már ott. A vegyi kubik. Igen, tudom. Hát az is akadós, rettentő, de abba is fogtam szépeket. Mikor még az összereletében benne volt. Tehát kivették azt is. Hát ugye most már így többbe kerül. Igen. Mindig több-több. Hát, biztos megvan a miértje neki. Hát hogyne. Hát ez nekem, én most csak ide váltottam. Nagykunságira? Ez persze, ez öcsödik, tudod, a bászalóktól. Aha. Öcsödik, jó nagy vízed, meg jó is benne a hal, meg minden. Van amúr is, ponty is benne. Van, pontyokat 2-3 kilósokat, 4-5 kilóst is raktuk benne. Az igen. Hát én még ezért is fogtam benne tavaly. Ezt a nagy pikkelyű, tudod, ezt a... Tükröset? Nem tükröset, a svézét. Ja, a spanyol? A spanyol. Aha. Az is szép, az is van a telefonon. Pontyokat... Megtettem, a hármatot mentem. Hát ezt megértem. Én addig szeretem pontyozni, még a csonti csemege meg a esőglisztát felveszi. Igen? Utána nem szeretek pontyozni. Utána nem megy a sülőről, a tilalom által sülőről kár. Nagy drót előkére ilyen törték jönnek, mint a pálinkás üveg. Tényleg? A kétet is. Balint is fogtam benne. Nem zavarja, hogyha... Mert van rajtam ez a fejkamera, hogyha... Ebből belehallatszódik valami, vagy ilyesmi magáról, nem. Ha pecál, mert szóval ilyen csatornám, amire szoktam felrakni videókat, és akkor oda szoktam feltölteni egy videót, nem zavarja, hogyha feltöltöm? Vagy a csukáját megmutatom a csatornán? Nem. Nem? Jó. Nem, ezt akarok neki mutatni. Május elsőjén. Az igen. Gyönyörű csukák. Meg sülő. Csuka meg sülő, azt mondom. Az előzőt megmutatja még egyszer? Jó, meg. Ezt nem láttam rendesen, mert pont bele sütött a nap, a nagy csukáta. Az igen. És akkor ez is itt a nagy kunságon. Hány kilós volt ez? 3. 3. Hát ez már gyönyörű azért. Abban már volt egy kis kaja. Jó. Hogy érdemes megcsinálni a csukát? Mert gondolom maga eszi is, nem csak fogja. Hát az asszony szokta így jó beírdalja, azt úgy érted, hogy mert szálkás, Y szálkával van. Tudom, csak hogy mi a... Sütni szokták, vagy tepsibe, vagy? Sütni. Aha. Én már hallottam, hallani, hogy tejfeles ízével. Azzal, igen. Édesanyám azzal csinálta gyerekkoromban, amikor fogtam csukát, akkor ő azzal csinálta, meg azzal kentük be tejföllel, meg krumplival raktuk körbe, meg hagymával. De egyszer-kétszer csináltunk, de utána nem mer. Nem csináltuk, mert szálkás volt nagyon. Jó. Y szálkával van ez. Hát az, én azt mondom, az elég szép csuka. Azaz? 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 Nincs hiba benne. Nem bánnám, ha feszíteni vagy beejteni a vízbe. Szívesen megnézném. Hú, ment ám. Hallod, ment. Igen? Mondom, ez elég jó lehet, mert ment. Elég jó ment, jó húzása volt. Ki jól vagy te. Szoktál akkor mi halat itt cserélni? Persze, szoktál. Szoktam, csak most mondom, nem variálom túl, nem nagyon akarok itt cserélgetni annyira. Ezek a
napsütésben ezek az élénk színek, ezek a zöld, meg ez a pink, ez múltkorában is bevált nekem. Uh-huh. Fogtam? Fogtam, aha. Csukát itten? Nem itt, hanem a Törökszent Miklós felőli részénél. Szent Tamásnak? Aha, igen. Szépet fogtam? Na, hát ilyen 45 centisöt. Uh-huh. Egyet? Egyet igen, de hát alig dobáltunk párat, mert éppen hogy csak ilyen kis pici foltokat találtunk akkor is a jégből. Ó, annak is nagyon örültem, mondom, csak az élmény megvolt legalább. Ja. Hát ottan én nekem volt olyan, hogy kettő süllőt fogtam egy órán belül ott is. Az igen. A fekete silipében. Sógorral voltam én akkor kínoszt. Tanítottam, hallod, süllőzni. Aha. Az úgy lepipált, mint a szar, ott a négyes hídnál fogott egy 60 centist. Tényleg? 45-ös. Ilyen jókat lehet fogni a süllőket? Ha. Az jó. Jó tudni. Jaj, nehogy már izé. Elhúzom a csukája előtt, nehogy ráharapjon még egyszer. Erre is. Itt meg egy balin. Egy süllő. Így, ezek is szépek. Ezt szép a balin is. És ez is így fenekezve? Fenekedve. Balin is. Halszelekre. Drót előkét felvette? Arra, halszelekre. Azt a mindenit neki. Még az, hogy felvette, hallod? Szállt a bot bele a vízbe. Azt a mindenit neki. Mert a másikat pont a kezembe volt, dobtam volna be, azt meg belerántott a vízbe. Az igen. Ezek nem mai gyerekek, ezek a botok is, ahogy elnézem. A üvegbotokra. Üvegbot? Ezeket szeretem, vékonstrikció botokat. Micsoda? Ezeket a botokat szeretem. Aha. Már gyűrűje is látom, kellett egy kis szikszalagozás. Majd valahol beszél. De jó, hogy gyűrű, csak ezért. Az meg Velence botot fenn. Van nekem még tisza is ott. Az igen, az igen. Ezen egy ilyen üvegboton van, én ezeket szeretem. Az igen. Hát nem mai gyerekek, de bírják a strapát. Azt hiszem, hogy ebben bírja, hol. Hoppá. Közúti híd lett. Meg a Tiszán is. Abban lehet, meg vannak még germinám. Uh-huh. Két kék ott van. Hát az, avval lehet akasztani, avval is. És a zagyva milyen? Az se jó. Tessék? Zagyva. Be van fagyva. Ugye annak pici a sodrása, és ez könnyen befagy. De úgy hal szempontjából jó? Hát, nem gyere. Tudom. Nagykunsági főcsatorna lepipálja szerintem 10-szer. De még hát, a millér is. Ez. Ez nagyon jó lett ez halból, ez a hely. Hallod, hogy 2-3 kilósokat telepítenek bele. Aha. Csak most tényleg kevesebbet tették bele, mert most amit beleraktak, hát ilyen izé volt, 25 centisek. Az meg csak idegesítő. Na felrakom a másik hát, csalit. Tavaly januárban kint voltam. Aha. Ott mikrófon. Ott fogtak te is a csukát. A hetet fogtam, a 7 pont búvó. Izé. 7 pont búvó. Annyira azért nem bolond, hogy oda csapjon. A 7 pont búvó egy jó. Az igen. Egy 36 centis. Az igen. Már felnyomták az is a élet. Ugye 30-35. Igen, igen. Nagyon nagy a csend. Nagy. Hát jó, van ennek egy jóvatlan pillanat. Hogy kis jó, hogy hol van itt még ilyen híd egyébként, mint ez a híd, hogy... Itt a négyes híde. 2 kilométer itt ide körülbelül másik. Ami megy kis húzállásnak. Aha. Ott is jó lehet? Na, ott is jó. Hát a karácsony előtt ott is fogtam én is. Egy lement, meg akkor is fogtam egy ilyen 47-48 is. És akkor itt kell tovább menni? Itt akkor vagy visszamentek, vagy elmentek itt a gáton. Aha. Itt a gáton is lehet menni. Persze. Aha. Mi? Melyik oldalon menjünk? Ezzel az oldalon menjünk? Vagy... Persze, itt mehetek. Megvan az most úgyis fagyva annyira. Megközelítek a, tudod, a két nyomot. Aha. Most onnan az már egyből vissza hazafele, Miklósnak meg fegy, tudod, ezért, súrján, minden. Szólnak. Elnézünk oda? Aha. Neked sem volt semmi? Nem. Itt vagyok, dobhatsz nyugodtan, én a szélét húzom. Meg visszamegyek a kollégához oda, megnézem a másik részét ezzel a másik színű csalival.
Akkor egy karragarozó? Van. Nem nagyok, de van. Meg az is hosszú, a millér. Igen. De most a Kovácsóban is van víz. Van. Szerintem, mert a... Hát, hogy ennyire kint van a Tisza. Aha. Akkor vágottam én is akkor hóga idényre. Hólyítóra. Aha. Azokat nem is nagyon ismerem. Nem is ismerem őket. Annyi szemét van, hogy... Igen? Ott meg azért baszkolnak, ha leül az ember, tudod szemét. Aztán pedig ha felvenni, mi? Igen. Jó lenne, ennek fonokkal nyomat. Igen, igen. Hanyas fonokkal? Ez 8-as. Ez 8-as fonott. De hát bír 10 kilót. Még többet is. Meg hát még a féken múlik. Még a bot meg a fék, az ugye még sok terhet levesz. Meg hát nem satúféken csinálja az ember nyilván, ha fog valamit. Még a kicsit is szoktam engedni. Ne szaggassam ki a szájából. Hát nekem a múlkor egy nagyobb úgy lement. Visszarugott az lement. És itt a Miklós részen merre voltatok? Messze hittük? Miklós részen, ahogy Törökszentmiklós felől megyünk, ott bal oldalra. Uh-huh. Ott vannak azok, nem tudom, hogy nyilván sok helyen vannak ezek a zsilipek, de ilyen két zsilip között. Aha. Ott volt ilyen szabad, kiolvadt terület. Gondolom akkor. Na, majd a következőre. Két zsilip is ott van, a fekete. Lehet, hogy arra volt. Lehet. Annyira nem tudom így ezeket, mert idén váltottunk először engedélyt ide a nagykunságira. Az Alcsiholti szálhorgáztam sokat. Ja, igen, első nap mentem én is, ahogy nyitva volt a Tiszahorgász Egyesületnek az irodája. Csikiné váltottam a Tibi. Aha, nem tudom így. Tiszahonokon váltottál? Igen. Hát ez, mondani, de ez nagyon jó ez a víz. Ide került 27-ben, meg a Gártjegy. 3009. De... Mert még azon kívül ott van a Túrkevei ág is. Az aha. Az is, az meg a Deltától megy le. Sose tudna az ember, mikor vág rá egy... Meg éppen mikor úszik erre. Ha. Ja, próbálom oda, próbálni akartam oda nád, vagy mi a rádobni teljesen a jégre, és akkor onnan ráhúz, behúzni egy kicsit. Azzal próbálkoztam volna. Én már láttam az elég, és mikor már ilyen víz alakba megy, akkor már megy. A vízbe lehet látni, mikor megy. Víz alakban, mikor így megy. Csörpézünk, vagy tilalomnak, vagy süllőzünk. Mert ponty, párászok olyanok vannak benne, ahol a telepített pontyot felülmúlják. Tényleg? 30-35-en is párász. Az igen. És mivel érdemes arra horgászni? Egy csonti, csemege. Én gilisztával szoktam, ilyen harmad giliszta, tudod ez a aha, látok. Aha. Aggal fogdostam az egész pontyot. És eltetni mivel szokott rá? Úgyhogy egy kosárban van tímártáp. A tímártáp, aha. Aggal azt úgy... Ezért, giliszta. Veszi fel a pont. Régóta tetszik itt horgászni? Tetszik. Vagy 30 éve. Azt a mindenit. Hát akkor már tetszett látni pár dolgot. Hát jaj. Láttam is, meg már sokfele ismerem is, hogy milyen a víz. Aha. Vannak itt is ilyen vermelő helyek egyébként? Hát, vannak ilyen mélyebbek. Ja. Például itt a kanyar is, meg amott is. Ezek a kanyarok. Ja, a aha. Mélyek. Aha. Hát fogtok már itt még 20 kiló sarcsát is. Elhiszem. Ha meg tud nőni. Egy csaj, meg egy csávó, tavaly, megszokott tavaly előtt, felhallod, firkaraskod, jöttem kifele, már 6 kilós folyamig megvolt. Ide erre a pillére leállt, erre a pillér tetejére. Hát ide nem állnák rá. Á. Hát ő vélet veszi. Hát én mondom, hol?
Ezt nézem, hogy itt nincs is víz, ha fenn van, hallom. Igen. Onnan a híd látom. Innen még lehet pecázni is. Ha fenn van is. Mert körülbelül itt van a víz. Mikor kezdik ezt engedni? Március 7-8. 15-re fel tudták engedni. Március 15-re. Aha. Hát még ez a, meg a február. Utána már 7-8-a március elején. Úgy. Aha. Közvetlenül elején már tűtik. És akkor... A Szent Tamási részt is tudod. Aha. Abból is hiányzik. Abból mennyi hiányzik? Ilyen sok? Hú, nem. Tehát igen, ugyanúgy néz ki a part, mint itt. Aha. Ilyen Carolina jigges módszerrel horgászik a kollega. Olyan, mint a... Dropshot? Bocsánat. Hát pedig, de gondoltam, mondom, pont itt néztük, hogy álljunk már meg itt a hídnál, hát, aki van olvadva. Találunk egy kis helyet, ahova be lehetne dobni. Na, az jó ott. Elvim, nekem is ott 9 órakor volt. Az egy kapás. Az óta ott. Hát ilyenkor döglött, ha lélő, ha teljesen mindegy, ha éhes. Igen? Hát, de munkorában még fagyos halon is fogtam. Tényleg? Mire lítja? Nem volt akkoriban már úgy halad. Utána fagyosan a borultákat érted, azt mondom, megnézem fagyosan. De felveszi azt is. Fel, hát, ha éhes, akkor mindegy. Hát a villantó is, hát az is, az én mondom, a gumihal minden. Fogtam egy gumihal. Tényleg? Hát ez már pluszos akkor a nap. Nyolcas fonat, aha. Jó vastag flowkarban előke van előtte. Na majd mindjárt itt két bot kül. Kilométer is megtesz. 2 kilométer tesz meg a csuka? Hát, pillanatokon belül. Nem is tudom mennyi időn belül, de nagyon kevés ideig belül. De milyen rezgésre támad leginkább? Hát így, hogy tudod, így a hal így remeg, meg ilyesmi ilyen izére. Aha. Nekem is, hogyha fenn van a hámosorban, azt remeg, érted? Rezeg rajta, picánkon mozog. Értem. Jó, ezeket jó tudni. Hát de most... Hely, már meg sem ér a bál szintén csukát. Hát tudom, a kurvanyád annyit fogtam ránézek, hogy hiszem. Egy centivel biztos meg... Jön, azt mondjam, akkor már, hogy mennyi? 46-48 centi. Egy centit tévedtem. Az igen. Reggel olyan hideg volt, hogy mikor megszákoltam, megfagyott a szák. Tényleg? Felejtett a hideg a kezedben, amikor a kis halat feltettem. Mondom, azt a kurva isteni. Hát mondom, ott az így, másfél-két méret erre felé, ahol ott befagy. Aha. 9 óráig. Azt addig nem sok befagyva. Szerintem akkor úgy, hogy leshidegem. Lehet. Ez a baj, hogy már hónapra vagy, hogy mínusz 6-8-akat mond. Ez is befagy itt. Be. Szerintem be. Mikor szokott, amikor már így ki van olvadva rendesen? Február környéke? Ja. Ez január, ez általában mindig ilyen... Ja, vagy február eleje. Hát nem tudom, vagy ilyenkor... Tavaly hideg, nem volt ilyen hideg. Nem. Ugye? Meg ilyen hosszantartó. Nem, meg az íze is, az alcs is volt így befagyva egyébként, mint ahogy most be van. Nem volt ilyen hideg. Hát itt van, a múlt hét vasárnap mértem, hallod, egy fejszével egy helyen, 8 centis ég volt. Az igen. Az már jó. Kapitális. Kapitális ég. Valamelyik nap mérték a rendőrök az alcsit. Aha.
láttam mérés tévében, volt mérés alakban, azt mondták 7 centis, azt mondja, életveszélyes, hát én is tudom. Igen, tudom, könnyen be tudsz akadni. 10 centig nem is lehet rámenni, igen. Akkor is, ha stabil. Hát ez... Terepedben nem rianálhatok. Tudom, igen, van tapasztalatom benne. Hát mink akkoriban lékeltünk, amikor ilyen volt, 30 centis. Az igen. Hát ott bennem megbír. De volt iszán, nem áll folyóvízre. És ezzel lehet lékelni? Lehet, hogyha nagyon vastag. Csak hát ezzel már nem lehet így rámenni, érted, mert ez veszélyes ilyen. Aha. 7-8 centis. Van még éppen felvert a csónak. Nem halászod, mert minden van. De hát, de hát nem is lehet, nem is lehet halászni, nem? Hát, egyáltalán túlva van minden. Hát van itt az NK3-os, itt Kunhegyesnél. Na, az jó egyébként? Cigányok meghúzták el és kapták őket. Tényleg? Hálá jó égnek. Halőrök minden. És akkor mit kaptak büntetést? Hát én már most börtön járulok el. Nem kell büntetést, mert ez már nézének. Számít. Börtön. Pénzbüntetéssel nem lehet kiváltani. Ezért jár. Gyere! Hát a múltkor meg! Akkor ennek már novemberszerű jó múltkor volt. Kezdték engedni le, már ennyire még nem volt lengedve, de le volt. Aha. Pörterű jött. Két cigány gyerek. Aha. Mondja, gyere Jézus így. Az jó. Még hogy bevallott. Majd látsátok. Igen, fogtak vele valamit egyébként? Á, nem. Utána basszatták, csontival horgáztak, törpéket fogtak, keszegeket. Aha. Belátták, hogy nem, utána meg ment egy-kettőt villantóval is dolgok, gerebézni jött. Nem, de volt itt, hogy gyárnak. Egészségetekre mi? Ja. Na, az meg állatkínzásnak teszik, azt is. Hát persze. Az. Büntessék is agyar a kurvanyát, amíg ilyet csinálhat. Így is meg lehet fogni, mint maga. Így, na. Na, akkor meg minek? Ha meg nem fogok, nem fogok, hogy ki. Na, a legjobbakat, na, Szentély Attila szóval voltam. Sziasztok! Viszontlátásra! Majd találkozunk még. Jó, jó! Pinnyetek a gátot! Jó. Oké! Okay. Én is ott megyek már úgy. Én is megyek, aha! Ott még tök ennyi hátra. Jó! Lehet, hogy meg sikerül. Igen. Igen. E ott meg most biztos nincs kiolvadva a kanyar, látjál majd biztos, látjátok így egy kanyar van olyan 100-200 méterre. Meg két, hát 5 kiló 20-as fokta villantóval. Az igen. Vannak ebben nagyok, csak mindig fog valakinak. Ja. Legjobbakat, görbüljön! Nézzétek, milyen fajnak áll! Ugye? Reméljük.